A nemzetgazdasági tárca szerint a magánnyugdíj pénztárakra vonatkozó új szabályozás hatálya nem lesz visszamenőleges. Tehát 2015. január 1-től vizsgálják a nyugdíj pénztárak befizetéseit. Az ellenzéki képviselők szerint ez sem javít a helyzeten, mert hogy a kormány egyszerűen el akarja lopni a még bent lévő csaknem 200 milliárdos nyugdíjvagyont. Ami még biztos, hogy egyéni nyugdíjszámla ezzel párhuzamosan, bár a miniszterelnök 4 éve megígérte, nem lesz. Benyúrita összeállítása. Akinek veszélybe kerül a nyugdíja, azt meg fogjuk védeni. Ezzel indokolja a Fidesz a megmaradt közel 200 milliárdos magánnyugdíjvagyon államosítását. Ezzel indokolta 4 évvel ezelőtt is, a miniszterelnök pedig ezzel nyugtatott. Aki visszalép a magánnyugdíjrendszerbe, az állami nyugdíjrendszerbe, annak továbbra is lesz egyéni számlája. Egyéni számla azóta sincs, sőt, soha nem is tárgyalt róla a Fidesz a szóvivőjük szerint. Ez lenne, mikorra lehet egyéni számla? Nyilván egy folyamatban vagyunk benne, a nyugdíjrendszer tekintetében is egy folyamatban vagyunk benne, ez nem egy statikus állapot, és ezekről a kérdésekről, mint például az egyéni számla kérdése, még vissza kell majd térni, és valóban erről még tárgyalni kell, de ezzel kapcsolatban időpontot nem tudok mondani. Nincs olyan terv, nem láttak olyan tervet, akár kormányprogramban, a választásokkor, amiben ez szerepelne. A Fidesz frakció még nem tárgyalt ilyen javaslatról. Majdnem egy csúnya szót mondtam. Az MSZP szerint nyílt rablás folyik, ezért minden magánnyugdíj számla tulajdonosnak jogi segítséget fognak nyújtani, hogy a strasbourgi emberi jogi bírósághoz forduljanak. Az MSZP honlapján keresztül működtetni fogunk egy olyan vonalat, ami alapján mindenki, aki jogos jussát vissza akarja perelni az államtól, az megteheti, és reméljük egy-két év múlva kártérítésen együtt kamatostól fogják visszakapni azt a pénzt, amit most az állam elrabolt tőlük. A törvény szerint a megelőző 6 hónap átlagában legalább 2 hónapon keresztül kell a pénztártagok 70%-ának tagdíjat fizetni, ahhoz, hogy ne szűnjön meg a pénztár. Az NGM azt mondja, a megelőző 6 hónap kifejezés nem jelent visszamenőlegességet, de ez a benyújtott törvényszövegből nem dönthető el. Az ellenzéki képviselők szerint hiába az NGM pontosítása, a kormánynak az a szándéka, hogy megszerezze a 200 milliárdos nyugdíjvagyont. Egy szavát nem hiszem el a kormánynak. Egyértelműen arra játszik a kormány, hogy ezt a meglévő 200 milliárd forintos megtakarítást még ellopja. Miután elbukta a tömeges tüntetések hatására a netadóból származó bevételt, a kormány egyszerűen pénzbehajtó tevékenységként keres magának újabb feltételt, újabb lehetőséget, amiből az egyébként felelőtlen költekezését azt finanszírozni tudja. A Horizont nyugdíjpénztár, ahol a legtöbb tag van, ilyen körlevélben kérdezi a tagok véleményét. Ebben jelzik, hogy próbálnak tárgyalni a kormánnyal, illetve egy kérdőívet is készítettek, amelyben azt kérdezik, hogy a tagok fizetnének-e havonta és mennyit, annak érdekében, hogy megmaradjanak a pénztárak, és a nyugdíj megtakarítások ne kerüljenek az államhoz. Benyúrita, Hír 24. Adásunkkal egy időben az újabb magánnyugdíj pénztári államosítás ellen tüntetnek. A demonstráció este 6-kor kezdődött, mint ősszel szinte mindig, ezúttal is a József Nádor téren. A résztvevők a Kossuth térre mennek, ahol a tervek szerint beszédek kezdődnek. A helyszínről Benyúrita jelentkezik. Pár ezren gyűltek össze itt a József Nádor téren, hogy a magánnyugdíj pénztárakban még megmaradt 200 milliárd forint elvétele ellen tiltakozzanak. Az első szónok azt mondta, hogy azért vannak itt, mert dühösek, azért vannak itt, mert megint el akarnak tőlük venni valamit. Egyébként nagyon sok mindenről esett itt még szó, trafikügyről, földügyről, úgyhogy megint nem csak egy ügy miatt vannak itt a tüntetők. Viszont az egyik szónok, Nemes Balázs, akit az elmúlt hetek tüntetéséről ismerhetünk, végül nem mondott beszédet azért, mert a mostani tüntetés egyik szervezője az Együtt volt képviselője, ő pedig nem akar pártpolitikai színezetet egyetlen eseménynek sem. A tüntetők innen a József Nádor térről a Magyar Nemzeti Bank érintésével a Kossuth térre vonul.